egy feladat van, lelket önteni a társadalom erőibe. A Magyar Nők Szövetségét egyre többen biztatják, hogy lépjen fel a szétáradó gyűlöletbeszéd és a megegyezésre való képtelenség ellen. A szövetség ezért vagyonával, infrastruktúrájával támogatja egy választási párt létrehozását. A feltételeikről kérdezzük a szövetség vezetőjét, Alföldi Andreát. Hát a pénzről kérdezzük először is. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! A Magyar Nők Szövetségének honnan van milliárdos vagyona? Ezt mindenki feltette, minden újságíró. Nem logikus kérdés? Abszolút, ebben a mai világban az az első. Először is el kell mondani, hogy a Nőszövetség 1946 óta jogelődjeit beleszámítva, 1946 óta létezik, és 1949 óta a nőklapját alapította és kiadta egészen az 1990-es évekig, és tulajdonképpen ez teremtette meg azt a vagyont, önálló vagyont, amit a rendszerváltozás után is hozott magával. A nőklapjából van minden? Bizonyám. Hát akkor kell volt eladniuk. Nem adtuk el, annak egy külön története van, kár, hogy az ügyvéd úr most elment. Elvitték? Elvették? Azt elvették, ha valaki emlékszik, még erre épült fel a Vikó Birodalom, majd később. Az egy régi történet, valóban az a 90-es évek, 93-94 környéke lehetett. Jó, most van 3,5 millió választópolgár, akinek a közvéleménykutatások szerint nincs pártja. Ezeknek jelentős része nő. Bizonyám. Ha jól emlékszem, 2013-ban beszélgettünk mi arról, hogy lehet, hogy kellene csinálni egy pártot csak nőknek, nőpárt, vagy ki tudja milyen néven, és így elindulni. Hát hiszen az nem csak a nőket tudja megszólítani, a nők egy jelentős részének van párja is, tehát nem maradnának ebben sem egyedül. Miért nem lett abból semmi? Alakultak pártok. Három nőpárt alakult. Mi ezt támogattuk, és egyeztetéseket is folytattunk velük, de végül mégsem indultak a választásokon. 2013-ban, amikor találkoztunk, az volt a 14-es választások előtt, hogy 58 civil szervezettel, női érdekképviselettel összeállítottunk egy nőprogramot, és ezt minden pártnak elküldtük. Sajnálatos módon a pártok nem nagyon reagáltak rá. Kettő párt volt, az MSZP részéről Horváth Csaba jött el akkor, illetve az LMP-ből Siffer András, az akkori társelnök, és az LMP konkrétan úgy, ahogy van, ezt a nőpolitikai programot beépítette a választási programjába. Hát akkor ez siker volt önöknek? Hát nagyon szurkoltunk, hogy ez az 5% meg legyen 2014-ben. De ők voltak azok, akik a paritásos elvet is megvalósították. Mi változott azóta? Most lenne értelme egy nőpártnak? Mi nem nőpártról beszéltünk a mai nap folyamán sem. Én tudom, de akkor arról beszéltünk 13-ban. Ez így van. Azért kérdezem, most lenne? Lenne értelme? Csak nincs erejük, mondjuk? Nem. A nőpártnak akkor van értelme, amikor a társadalomnak a kulturális közege be tudja ezt fogadni. Amíg jelen pillanatban a feministák mumusként jelennek meg minden médiában, és nem értik meg, hogy a nemi egyenlőség mégis mit jelent, és folyamatosan a gender mumusról mondhatni két hetente, hetente megjelennek ilyen írások, addig azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés az, hogy a társadalomban, amit jelen pillanatban szétziláltan, jelen van a gyűlölet, jelen van a meg nem egyezésnek az minden eleme. És jelen pillanatban ott állunk, hogy választások előtt 8 hónappal a legtöbb szervezetünk és a különböző társadalmi csoportokból azt jelezték, hogy elegük van ebből a gyűlöletből. Valamit találjunk ki, valamit dobjunk be, ami a békés megegyezésre fog vezetni. Nem tudjuk, hogy a bölcsek köve ez a választási párt. De amikor a Róna Péter professzor úr ezt hetekkel ezelőtt ugye ebbe a tévébe is elmondta, és mindenhol máshol, hogy ezeknek a pártoknak az ellentéteit fel lehetne oldani egy választási pártban, akkor mi azt gondoltuk, hogy emeli oda kellene állni. Hiszen az a lényeg, hogy ezek az ellentétek most konkrétan ugye a választási törvény miatt, ami ugye beszűkíti ezt a kényszerhelyzetet szül, abba tulajdonképpen minden demokratikus párt belemenjen. A választási párt azt ajánlották fel, hogy az 1 milliárd forint értékű vagyon, infrastruktúra, több évtizedes hálózat állna
választási párt rendelkezésére az önök részéről ezt adnak a Magyar Nők Szövetségének addig tagjai. Addig adnánk, amíg ez a választási párt létre nem jön, mert ugye a választási, a pártfinanszírozásban ugye tiltott pártfinanszírozás nem lehet. Tehát mi minden esetben azt támogatjuk, amíg nem jön létre a párt, amíg nem jegyzik be. Természetesen ennek feltétele is vannak, ahogy az elején elmondta a szerkesztő úr, mert hát a 3 évtized eltelt, és nem látjuk, hogy a nők a döntéshozatalban nagy sikereket értek volna el, konkrétan szégyen szemre, még mindig az utolsó, a listáknak az utolsó harmadában vagyunk, és 9,2%-kal a magyar parlamentben van jelen a női érdekképviselet. Mi változik egy választási párt? Ugyanazok a pártok tudnának belemenni ebbe a választási szövetség félébe, mert hát ez valami olyasmi, csak egy egészen másképp gondolt szövetség, mint ahogy ideig beszéltek erről, amelyek eddig sem sokat tettek a nők egyenjogúságáért. Na most itt a választási pártnak ugye a feltételei között természetesen az egyik az, hogy átmeneti jellegű és egy nagyon rövid időre jön létre ez a civil választási párt. Hát ezzel választást kell nyerni, aztán mindenki megy a dolgára. Nem, a választást kell nyerni, a választási törvényt meg kell változtatni, az alaptörvényt meg kell változtatni, és 2018 őszére ki kell írni az új választásokat. Ennyi a választási pártnak a feladata és küldetése. Ennek természetesen az a feltétele, mert ugye mai napig nem tudjuk, hogy a különböző pártok, demokratikus pártok például, fognak-e nőjelölteket indítani, mennyi nőjelöltet fognak indítani. A 106 egyéni választókörületben mi 53, tehát a felét kérjük, hogy indítsák el. Na most, ha sok párt összefog, gondoljuk, azért csak össze fog állni az az 53 női jelölt. A másik része annak, Nem akarok kötözkedni, a legjobb jelöltet kell elindítani ebből a szempontból. Miből gondolják, hogy nincsenek női jelöltek? Én nem mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy ha azt mondja, hogy 53, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy az 53 legjobb jelölt lesz. Lehet, hogy csak 46. Azzal is elégedettek lesz. Én értem, de ki mondta az 53-at? Mert a felét, az 50%-ot gondoljuk. A másik rész, hogy a politikai megújulásnak tulajdonképpen a 40% új jelölteket kellene behozni, amik tulajdonképpen még sosem mérettették meg magukat a politikában. És végre valahára kimerjük azt mondani, ki más, ha nem mi mondjuk ki, hogy egy női miniszterelnök is lehet ma Magyarországon. Miért ne lehetne? Mindenki férfiakban gondolkodik, mindenki a megváltást egy férfitól várja. Nagyon kevés az a hang, ami azt mondja, hogy miért nem lehetne az együttműködésnek az emblémája egy nő. Eddig egyetlen egyről tudunk nem hivatalosan nőjelöltként Szél Bernadettről, az LMP társelnökéről, aki miniszterelnök jelölt lenne. Nekik sincs kongresszusi határozatuk még erről, hogy ki lesz a jelöltjük. Én megnéztem, még nincs döntés róla. Lehet ez a pletyka, a városi pletyka. Nagyon mondom, örülnek nem neki. Hivatalosan lehet ezt egyelőre tudni, de így hírlik. Elfogadná? Nézze, én annak örülnék a legjobban, ha minden párt egy női miniszterelnök jelöltet indítani, de jelen pillanatban egy jelöltet lehetne indítani, és mindent meg fogunk tenni, hogy egy női jelölt legyen. Beszélt valamelyik párttal, mielőtt ma kiállt a sajtótájékoztatóra ezzel az ötlettel, a választási párt ötletével? Róna Péter beszélt erről ugyanígy, ezt tudom, persze itt is elmondta, abban a székben ülve, de pártokkal egyeztetett? Inkább azt mondanám, hogy pártok kerestek meg az elmúlt hetekben bennünket, az elmúlt hónapokban, és amit kértek, segítséget, az tulajdonképpen ennek a megfogalmazása. Mindenben segítünk. Jelöltekben, önkéntesekben, mindenben hajlandóak vagyunk segíteni. De azért legyen már annyi segítség nekünk is, hogy a nők a döntéshozatalban minél nagyobb részvétel lejussanak be a parlamentbe. A másik rész, ezek a pártok többsége, amúgy is kapcsolatban voltunk velük, tehát ügyeket, konkrét ügyekben mindig együtt léptünk fel. Nem minden párt olyan, legfőképpen a kis pártokról beszélek természetesen, de parlamenti pártok, igen. Ugye a választási pártnak az lenne a lényeg, hogy valamennyi demokratikus ellenzéki párt hozza össze, amilyen van. Így van. És ez a választási párt induljon, és ne az legyen, hogy MSZP, DK együtt párbeszéd is, ki tudja, ezt hosszan lehet sorolni, hanem választási pártként egy pártra lehessen leadni a voksot, amely mögött pontosan tudja minden választópolgár, hogy mindenki ott van. Na de azért ez annyiból bonyolítja a helyzetet, hogy minden pártnak megvan a maga listája, minden pártnak megvannak a maga favoritjai, minden pártnak vannak a személyes érdekek által kialakított hierarchiái. Ezeken minden át kéne lépni.
Először is vannak az egyéni jelöltek, és van az országos lista, ezt tegyük teljesen külön. A másik pedig, hogy el kellene gondolkodni, hogy akkor kinek az érdeke az, hogy tényleg valami új szülessen. Azt szoktuk mondani, hogy nem valaki ellen szerveződünk, valamiért szerveződünk. Az a valamiért szerveződést azon kellene gondolkodni, és arról kellene beszélni, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. Nem most erre a választási párt pár hónapos tevékenységre, hanem amúgy milyen Magyarországot szeretnénk. Ezt kellene elindítani. És az alulról jövő kezdeményezések, ami speciálisan nálunk a Nőszövetségnél, konkrétan fel tudom sorolni azokat a civil szervezeteket, roma szervezeteket, akik azt mondták, hogy azért olyan szép, de nekik nem szól soha senki se. És arról kellene beszélni, hogy milyen Magyarország, hogy lesz. A választási párt egy technikai eszköz jelen pillanatban, ezt a választási törvény írja elő. Hát bedobta a követ a vízbe, mert erre valamit érdemes reagálnia mindenkinek, és abból nagyjából az is kiderül, hogy ki mennyit hajlandó áldozni, mert ez egy áldozat is a részéről. De ha nem válasz és válasz, szerkesztő úr, akkor tudni fogjuk azt, hogy nem kell az ilyenfajta társadalmi segítség. Egy van, amit el szeretnék mondani. A Magyar Nők Szövetsége nem alakul párttá. A Magyar Nők Szövetsége továbbra is ernyőszervezet marad. Mi nem fogunk, én nem fog pártelnök lenni, vagy a pártban funkciót viselni. Egyszerűen a civilek adják azt a hitelességét, hogy megcsinálható és véghez vihető ez a dolog. Miért mondta, hogy két hét van? Szeptember 15-ig fogjuk ezeket a tárgyalásokat lebonyolítani. Én azt gondolom, hogy októberre ennek le kell zajlani. Nagyon sok mozgás, társadalmi mozgás elindult, ugye kint vannak most az Alkotmány utcában például, ugye a Gulyás Márton féle mozgalom, és én még tudok egy-két olyan mozgalomról, ami el fog indulni szeptemberben és októberben. Tehát nem pártoktól, hanem civil kezdeményezések indulnak el. Hogy ezek hova fognak fejlődni, nem tudjuk. Nem tudjuk azt se, hogy ez a választási párt, ez létrejön-e. Nem tudjuk, hogy ez hogy egyáltalán megvalósítható. Lehet, hogy a pártok azt mondják, hogy köszönjük szépen, de nem. Ez sem jelent problémát, csak egy tapasztalattal beljebb lesz. Az egészen biztos. Én meg majd kíváncsian várom, hogy beszámoljon róla. Melyik köszönöm párt szépen mit mondott, egyáltalán kivel tudott tárgyalni a következő két hétben? Rendben, hogy jöjjön vissza a tapasztalataival. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.